Jó estét kívánok! Köszöntök mindenkit! Köszönjük, hogy ennyien eljöttek, és kimernek állni magukért ebben a fideszes városban, ahol a falnak is füle van. Ma három dolog miatt vagyunk itt. Egyrészt azért, hogy tiltakozzunk, mert az itt élő emberek megkérdezése nélkül a kormány egy olyan környezetszennyező akkumulátorgyárat akar a városba telepíteni, amely felemészti Debrecen és térségének vízkészletét. Nem hagyjuk, az biztos! És amelynek az energiaszükségletét másfél paksnyi atomreaktor tudja kielégíteni, és amely tönkreteszi a környezetünket. Ez a gyár nem épülhet meg az emberek akarata nélkül. Ezt üzenjük a kormánynak és a polgármesternek. Másrészt azért vagyunk itt, hogy kimondjuk, sem Debrecen, sem Magyarország nem akar és nem lesz akkumulátorgyarmat. És ezt is üzenjük a kormánynak, hogy nem leszünk akkumulátorgyarmat. És harmadrészt azért vagyunk itt, hogy világosan és egyértelműen azt is kimondjuk, hogy nekünk a jövőnk fontosabb, mint a nagyvállalatok profit érdeke. Mi nem kiárusítani, hanem megvédeni akarjuk a természeti értékeinket. Mi 20 és 30 év múlva is szeretnénk a gyermekeink és unokáink szemébe nézni, és azt mondani, megóvtuk a jövőnket. Védjük! Megvédjük! 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 Önmagában nem csak az a probléma ezekkel a gyárakkal, hogy felső küszöbértékű veszélyes üzemek, hogy környezeti kockázatot jelentenek a környező lakosok számára, hogy rendkívül energia és vízigényesek, hanem az is, amiről eddig szinte nem esett szó, hogy az érvényes környezetvédelmi szabályok szerint fennáll a gyártói felelősség. És pedig itt arról van szó, ennek az a lényege, hogy a gyártó kötelessége az akkumulátor hulladék visszavétele. Nem csak azokat az elhasznált akkumulátorokat kell majd visszavenni, amelyeket Magyarországon értékesítenek, hanem az összeset, amit itt gyártanak. Ki sem merem mondani, bele sem merek abba gondolni, hogy Magyarország akkumulátor, hulladék, begyűjtő nagyhatalom lesz. Nem hagyjuk! Nem hagyjuk! Nem hagyjuk! És akkor mindenfelé akkumulátor hulladék hegyek lesznek. Ezt tényleg ne hagyjuk! Mi zöldek nem azt mondjuk, hogy egyáltalán ne legyen akkumulátorgyár, mert az e-mobilitást hozzátartozik, hogy kell akkumulátor. A baj a mértékkel van. Nem mi akarjuk más országok igényeit kielégíteni, mert az nem a mi érdekünk, nem a magyar emberek érdeke, nem a debreceniek, nem a mikepércsiek érdeke. Miközben az út nagy része még előttünk van, a debreceniek, a győrszentivániak, a fótiak, a gödiek, az iváncsiak már most is büszkék lehetnek maguknak. Annyit már elértünk,
hogy a kormány nem tudja sunyiban, titokban, az éj leple alatt felhúzni ezeket a gyárakat. Mert ott leszünk, és megakadályozzuk. Már vitatkozniuk kell, és már bevetették a zajos propaganda gépezetet is. Minden közösségi oldalt elleptek, és ontják a hazugságot. Már ott tartunk, hogy Debrecen fáros lakossága a külföldi érdek kiszolgálója, sőt, Szijjártó Péter már azt is mondta, hogy aki az akkumulátorgyárak ellen küzd, az a környezetvédelem ellen küzd. El kell mondanom, hogy Szijjártó Péter még kisiskolás volt, amikor én már a környezetvédelemmel foglalkoztam. Ne üzenjen ilyeneket! És Nagy Márton pedig a minap azt fejtegette, hogy Magyarországnak nincs más lehetősége a sikerre, csak az, ha mindenkinél többet fizet azért, hogy ezek a szennyezőgyárak ide települjenek. Ez így van, hazáruló! Szégyelje magát! És eközben a kínai hírekből tudtuk meg, hogy 320 milliárd forint támogatást ad a kormány a CATL akkumulátorgyárnak, hogy aztán tönkretegye a környezetünket, elhasználja Debrecen és környéke vízkészletét. Ez szégyen! Nem véletlen, hogy országos népszavazási kérdést nyújtottunk be, mert meggyőződésünk, hogy az emberek akarata nélkül nem épülhet több új akkumulátorgyár Magyarországon. Félő egyébként, hogy a kormány, illetve a illetékesek nem fogják hagyni, hogy ezek a kérdések átmenjenek, mert most már félnek, mert most már tudják azt, hogy az emberek akarata meg fogja akadályozni, hogy Magyarország akkumulátorgyártó nagyhatalom legyen. De azt is ígérem, hogy újabb népszavazási kérdést fogunk beadni, ami rövidre fogja zárni ezt az egész akkumulátor nagyhatalom ügyet. Emlékeztetem magunkat arra, hogy a bős nagymarosi vízlépcsőt az emberek egy jóval előre haladottabb állapotban akadályozták meg, ami a rendszerváltás szimbólumává vált. Ha a Fidesz nem érti meg az emberek üzenetét, hogy nem akarnak akkumulátorgyárakat, akkor ez könnyen a Fidesz bős nagymarosa lehet. A tüntetésünk előtt több mint 11 ezer aláírást adtak át civilek a polgármesternek, aki személyesen persze nem vett át, ezzel is megmutatva, hogy még népszavazás nélkül is mekkora az ellenállás a beruházással szembe. Gratulálunk nekik, köszönjük a munkájukat, és innen is azt tudom üzenni, hogy nincsenek egyedül. Köszönjük a civileknek! Veletek vagyunk!
Veletek vagyunk! Ezért az LMP kint marad az emberek között, és elkezdi az országos aláírásgyűjtést, most még petíció formájában az akkumulátorgyárak ellen. Keressétek majd a jövőben a pultjainkat szerte az országban, és írjatok alá, mert csak így tudunk felkészülni arra, hogy megállítsuk a Fidesz álmokfutását, hogy sehol se épülhessen az országban az emberek akarata nélkül akkumulátorgyár. Köszönöm a figyelmeteket, köszönjük még egyszer, hogy eljöttetek, és folytassuk együtt a küzdelmet. Köszönöm szépen!